Erdei Jánosnak, a makói származású olimpikonnak, a városi sportcsarnok névadójának tiszteletére rendeztek emléktornát november 4-én délután. A 16 órakor kezdődő eseményen 11 mérkőzést láthattak az érdeklődők box, thai box és kickbox szabályrendszerben. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak a lelátókon. Ez annak is betudható, azt gondolom, hogy hagyománya van lassanként ennek a október végi, november elejé versenynek itt Makón, amiben a főszereplő a ring, és az apropója az, hogy Erdei János a makói származású olimpikon november 2-án született, és ennek emlékére azt gondolom stílszerű, ha abba a sportcsarnokba, ahol, ami róla van elnevezve, rendezünk egy olyan eseményt, ami neki otthona volt, második otthona, a ring. Az emléktornát megtekintette Erdei János családja is. Lánya például nagyon örül a rendezvénynek, és büszkén emlékezik édesapja teljesítményére. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon érzékenyen érint ez bennünket, hogy már sajnos ő nincs közöttünk, de hogy minden évben a születésnapján megemlékeznek, és itt mérkőzéseket szerveznek, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, és ezért jövünk mindig a család el, hogy legalább lássuk, hogyan fejlődik a boxsport itt Makón. Ő egy nagyon igazi sportember volt, aki nem pénzért sportolt, aki hosszú évekig válogatott volt. Paplaci után ő volt a második legjobb, 42-szeres beválogatott volt, 8 éves magyar válogatott volt, és úgy az olimpián, mint a milánói Európa-bajnokságon ő részt vett, szép eredménnyel. Mi mindig dicsértük, hogy szép az, ha még nem is arany, és lehetett volna arany, de minden helyezés szép és értékes, és ő éjszaka dolgozott, és nappal edzett, és rettenetes kitartással, és nagyon jó izomzattal rendelkezett, pedig akkor még nem volt fitness szalon. A gála első 5 mérkőzését a nemrég megalakult makói thai box szakosztály versenyzői vívták szegedi és vásárhelyi ellenfelek ellen. 6-7 hónapja kezdtük, ez egy barátunknak az agyába pattant ki, aki kint tehát előtte kickboxozott, több évig kickboxozott, és kint külföldön dolgozott, és ott járt thai box edzésre, ott megtetszett neki ez a sportág, és a kettőt összevonva kipattant a fejből, hogy tehát Makón is jó volna egy ilyen jellegű küzdősportot csinálni, mivel nem nagyon van itt a környékben, csak Szegedön meg Vásárhelyen van rá lehetőség, és ennek alapján így a Continental segítségével, mint szponzorként megalakult a Budó klubon keresztül a thai box szakosztály, és akkor 601-be gyakoroljuk ezeket a tevékenységeinket. Térdrugás, könnyékütés is van, teljes erővel viszik be az ütést és a rugásokat, mind combra, mind testre, mind fejre. 14-15 éves korosztálytól fölfele, tehát olyan 35-től 55-ig, tehát ez változó a nyári állapottal, meg hogy kicsit kevesebben, de a téli időszakban többen vagyunk. A fiatalok a versenyzés miatt, az idősebbek pedig a konditartás miatt. Thaiboxban végül az 5 mérkőzésből 2-t nyertek meg a makójak, azokat viszont látványos technikai KO-val. Lackó Attila 67, Kereső István pedig 70 kilóban győzött. Annyira nem volt vészes. Annyira szusszal nem bírtam, de ezek szerint csak jobb voltam az ellenfelem. Milyen volt első alkalommal Makón küzdeni ringben? Érdekes, főleg, hogy rengeteg barátom van itt, jó volt. Miért választod ezt a sportágat egyébként? Elég szimpatikus volt, mert tulajdonképpen az edző is valamilyen szinten nagyon jó barátom, és mióta üzed ezt a sportot? Kb. Fél éve. Ez egy jó biztatásat köt továbbiakban. Igen, persze. A boxolók szintén 5 mérkőzéssel készültek a gálára. Itt is szegedi és vásárhelyi ellenfelekkel küzdöttek a hazaiak. Bemutató mérkőzésként fog szerepelni a 30-35 kiló súlycsoportba két makói srác, egymással fognak küzdeni. Utána a Körömi Erik fog mérkőzni a szegedi, azt hiszem Tóth Lászlónak hívják, ők már mérkőztek egyszer a korcsoportos magyar bajnokságon, szoros mérkőzéssel a makói srác maradt alól, hát ha most revansot tud venni. Utána a Kóti László fog mérkőzni a vásárhelyi sráccal 63,5 kilóba, illetve egy hölgy boxolónk is van, makói színekbe, az ő ellenfele a Hódmezővásári Csáki Éva lesz. A legnagyobb súlycsoportba, ifjúsági korcsoportba kerül megrendezésre, Sütő Sándor plusz 85 kilóba, illetve a Hódmezővásári Mihály Máté fog mérkőzni. Sajnos az ökölvívók nem szerepeltek olyan eredményesen, mint a thaiboxolók, az 5 mérkőzésből végül egyetlen egyet sem tudtak ezen a napon megnyerni.